Vita from Hungary welcomes you on the opening ceremony of our new business unit for the mattresses. Szorin Vangele, a Vitafon Magyarország Kft. Gyárigazgatója köszöntötte a meghívottakat a létesítmény új bővítményének, egy 2000 négyzetméteres matracüzemnek az átadóján. A cég 1949-ben kezdte meg működését Angliában, mára már több mint 40 egységet üzemeltet Európa szerte 3000 munkavállalóval. A Paksi Ipari Parkban létrehozott üzem 2005-ben alakult, és azóta 17 éve folyamatosan fejlődik és bővül. Currently the operation in a mattress, it's only in one shift. Jelenleg egy műszakban dolgozunk itt Magyarországon a matracüzemben. And we are planning in the next 2 years to grow every year with another one shift. Míg a következő években folyamatos növekedést látunk előre, illetve a prognosztizálunk több műszakot is, hogy elérjük a 3 műszakos teljes kapacitásunkat. Ebben az üzemben jelenleg 8 különböző féle matrac gyártása zajlik. Az eseményen részt vett Szántó Zoltán, Paks alpolgármestere is, aki kiemelte, nagyon fontos a város életében a fejlődő ipar. Az, hogy ők folyamatosan fejlődni és bővülni tudtak, ez szerintem azt jelenti, hogy Paks egy nagyon jó közeg arra, hogy ezek az üzemek megtelepedjenek, és a paksiaknak és a Paks környéken élőknek munkát biztosítsanak, a városnak pedig iparűzési adóbevételt. Süli János, a Paksi beruházásért felelős államtitkár, Tolnamegye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője hozzátette, nem csak a plusz iparűzési adó miatt fontos, hogy Pakson és környékén ilyen jól menő üzemek jöjjenek létre. Az itteni munkáik segítenének abban, hogy ezek a fiataljaink itthon maradjanak a régióban. Ezért fontos bármilyen kis üzem, ha 10 fő, ha 5 fő, annak mindnek örülök. De hát ez hál' Istennek nagyobb. Az üzemet jelenleg egy műszakban működtetik 25 fővel, így naponta több mint 1300 matracot tudnak legyártani. A következő cél a 3 műszak elérése, ami várhatóan megháromszorozza majd a termelést és a munkavállalók létszámát is.